Vizsgálom, mit hiszek. Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja és értelme, mert cél és értelem emberi fogalmak. Küzdök, és tudom, hogy minden rombolás engem rombol. Nagy évzáró ünnepségünk alkalmával sok szeretettel köszöntöm valamennyi kedves vendégünket. Köszöntöm a megjelent szövetkezeti képviselőket. Köszöntöm dr. Molnár János érettségi elnök urat, aki a mai nap során folyó aktuális érettségének az elnöke, hogy továbbra is megőriztük iskolánk szellemiségét, és ez az iskola, az ÁFEOSZ fenntartása és alapítása szövetkezeti iskola, az ország egyetlen szövetkezeti iskolájaként tovább erősítette a nevelésben, az oktatásban a szövetkezeti szellemiséget. Könyvekből tanuljátok meg a kereskedelmi és közgazdasági ismereteket, hanem a gyakorlatban is. Hogy a szövetkezeti iskolában létrejött a szövetkezet, és ezen olyan vállalkozási formát jelent, amely vállalkozási forma kereteket ad ahhoz, hogy a tanuló ifjúságunk egyrészt a szövetkezés szellemiségét átérezze, megtanulja, pontakozik ki a Tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájával, kereskedelmi szakközépiskolával partneri kapcsolatot fog létesíteni. Fenntartunk, fontosnak ítélte meg, hogy a Juniorkor Diákszövetkezet bekapcsolódjon a szövetkezetek nemzetközi szervezetébe, levesse a viaszos vászonnal a sötét ebédlőbe, arra, hogy 1500 méteres futóverseny harmadik helyezettjének. A megyei mezei futócsapatbajnokságon helyett harmadik helyezéséért Schmidt Balázs negyedik A, Sukker Zsolt második C, Paksi Zoltán harmadik A, Leiter Otto negyedik C osztályos tanulók. A kiinkosságokra csapat a megyei bajnokságon elért harmadik helyezéséért Gepard Tamás második C, Baranyi Krisztián harmadik B, Orosz József harmadik A, Bence Gábor harmadik A, Gál András első B, Híjas István negyedik C, Kumbos Gábor második C, osztályos tanulók. A megyei női kézilabda bajnok csapatának Csurka Krisztina harmadik A, Petőházi Lilla harmadik A, Tápai Krisztina első C, Nagy Viktória harmadik B, Palásti Szilvia első C, Horváth Ildikó nulladik évfolyam, Burzong Szélia harmadik B, Fülöp Anita első A, Huszár Csilla második A, Miacski Maták Viktória második A osztályos tanuló. Szabó Krisztián, Gárdonyi Noémi, Cigrécki Zoltán, Kósa Aranka 5. A-osztályos tanulóknak, a Magyarország IQ Menedzsere megyei versenygyőzteseinek. Bárkányi Erzsébet 5. C-osztályos tanulónak kiemelkedő közösségi munkájáért a Magyarország IQ Menedzsere verseny megyei győztes csapat tagjának. Termeti Melinda, első C osztályos tanulónak az Irényi János kémiai verseny megyei fordulója győztesének. Gál Péter és Györe Tamás második C osztályos tanulóknak a mi első helyezéséért. Petrina Sumer, 5. B osztályos tanulónak a kémiben tudós megyei forduló győztesének. Második C osztályos tanulónak a megyei történelmi versenyen elért második helyezéséért. Kisfűben 4. C osztályos tanulónak a megyei matematika versenyen a 4. évfolyamon elért harmadik helyezéséért. Benedik Károly, 2. C osztályos tanulónak a megyei matematika versenyen elért harmadik helyezéséért. Szellemi csapatverseny országos győztes csapatának Ambus Monika második C, André Attila második C, Győre Tamás második C és Sutka Andrea második A-osztályos tanulóknak.
kerékpárt Oknapán Olivér második C-osztályos tanuló a második helyen végzett. Hegyi Sándor negyedik B-osztályos tanulóna a OKTV-n matematika tantárgyból hetedik helyezésért, a megyei matematikai verseny első helyezésért. Varga Polyák Csilla, harmadik B-osztályos tanuló, az OKTV-n történelmi tantárból elért 9. intézményi tantestülete, az iskola legjobb tanulója kitüntető címet az idei tanévre Ottlakár Olivér második C-osztályos tanulónak kitüntetett. Maradt az érettségi, jövő héten is tart az érettségi, az idáig született eredmények ismertetni. 0. évfolyamon, Domokos Anna Mária kitűnőben, egy C-osztály, Terneki Melinda kitűnő, 2. A-osztály, Zubornyák Zsolt, 2. B-osztály, kitűnő, Borsodi Zoltán, Gombos Gábor és Kerti Sarolta. Második C-osztály kitűnő Horváth Anikó, Ottlakár Olivér, Őri Petra. Mivel egy évben csak egy legjobb lehet az iskolában, ezért egy esett a választás, de ez nem kisebbíti Ottlakár Olivér érdemeit. Még egyszer gratulálom. Harmadik A-osztály kitűnő Denke Anita és Magsa Katalin. Harmadik B-osztály, kitűnő Varga Polyák Csilla és Magyar Anna. Akkor lettem kíváncsi, mire? A mindenség tündöklő titkaira, arra, ami adat és gondolat, s ami csak villózik elég alatt. A két tekint, a tükör két lebel, s amit a tükör önmaga teremt. A valóság üres kereteit építettem, míg még a sejtjeit, s vártam, amit majd a tapasztalat gyűjt bele, a mézet, az igazat. És gyúltak bennem álmok és csaták. Úgy húztam körül, és egyre közelebb könyvben állt a világ tényei. Én napolvastam mindent, hajnal egy kislátó mellett, s ügyelőkkel a konyát hajtam. Boldogság soha nem álmodott töltötte, nem csak én vagyok, ha vagyok bolond. Születő aranylánkok súfoltam, gyerekkor ugyan, de úgy, ahogy az első tárcsa megtölték, új csillagokkal az eget. Tisztelt tanítváró ügyesség, mindvezető három helyen is a időpontja, augusztus 26-a, hétfő 8 óra. A második információ az, hogy kedves dolgozók, kedves kollégák, a kedves tanulóítóságunk augusztus 31-én, vasárnap 17 órakor tartjuk meg a tanítító ünnepségünket. És a harmadik bejelenteni való, hogy a megadottak tagjai az ünnepség után 5 percre tiszteletben várom a tanárt.